egy január végi hír, csak azért gondoltam, hogy idehozom, egyrészt, mert több levelet kaptam ez ügyben, másrészt pedig nyilván a dolog természetéből fakad, hogy hogy is mondjam, csak nincs világ sajtója. Nem hájpolták ezt a történetet, főleg szép csöndesen megtörtént. Így szól a hír. New Yorkban módosították az abortusz törvényt, mégpedig úgy, hogy egészen a születés előtti pillanatig elvehető, vagyis megölhető a magzat. A 9. hónapban abortusz lehet végrehajtani. Ez a friss szabályozás New Yorkban. Vélemény? Ki kezdve? Van egy hír. Bocsánat, hogy a New Yorki melegek üdvözölték a döntést, és felvonultak, és tapsikoltak. Miért? És vajon miért? Tehát a melegeknek ez miért jó? Abortuszhoz New Yorki homároknak. Egy kis adalék, ezt is megtaláltam. Ákos barátomtól kaptam New Yorkból. Már múlt héten küldte, azt mondja, így szól a levélke. Zsoca, érdekesség, most találtam rá. Trump a 2016-os kampányában már figyelmeztet a 9. hónapban történő abortusz elfogadhatatlanságára. És most mégis meglett. Magyarul, ha a 3 évvel ezelőtti választási kampányban Trump szóba hozta ezt a kérdéskört, akkor ez már akkor napirenden volt. Mert nyilván igen, nem magától találta ki. Igen, igen. Hát ez egy sokrétű és messzebbről indítható probléma. Tehát majd a végén hadd beszéljek erről, és nem beszélek sokat, de minden összefügg mindennel. Tehát abban a pillanatban, amikor a 60-as évek végén az Amerikai Pszichiátriai Egyesület társulása maga évkönyvében a homoszexualitást már nem egy betegségként, hanem egy elfogadható magatartásként vezette be, és tudjuk azt, hogy a korabeli melegjogi, meleg lobby nyomására az éves kongresszusukon jeleneteket rendezve, kitépve az előadók kezéből a mikrofont a meleg lobbisták magukhoz ragadták a szót, és ott egészen 2019-et írunk, de máig náluk van a szó ebben a kérdésben. Átszakadnak a gátak, és az emberi társadalom és maga az ember is úgy működik, hogyha átszakadnak a gátak, akkor össze egy kis gát szakad át, ott átmegy a víz, most maradjunk egy ilyen képnél, utána jön egy nagyobb gát, és a végén az egész tenger beleömlik abba, arra szárazföldre. Itt tartunk jelenleg. Tehát ez nem egyszerűen rémisztő, hanem teljesen logikusan következik az eddigiekből. Ugye az abortusz elleni érvek között a legfontosabb az szokott lenni, hogy az embrió az még nem ember. A kérdés az, hogy azok... Az abortusz mellett érvek. Az abortusz mellett, ma úgy látszik, mindenek az ellenkezőjét mondom. Az abortusz melletti érvek közül ez egy nagyon fontos érv. Most a kérdés az, hogyha az utolsó pillanatig meg lehet szakítani egy terhességet, akkor az a gyerek az... A csecsemő, aki az anyukájából kibújik, az egy gyönyörű csecsemő, ugye? De az nem ember. De 3 perccel azelőtt... Még nem volt ember. Még nem volt ember. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy ez egy feloldhatatlan ellentmondás, de a másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy nem szabad csodálkozni ezen. Tehát ennél még sokkal durvább dolgok következnek. Nem kell nagy jóstehetség annak a belátásához, hogy egyetlen egy karnyújtásnyira vagyunk például attól, hogy a fiatalkorúakkal való szexuális kapcsolatot, itt az azonos neműekre célzok, gyakorlatilag éveken belül bevezessék nyugat-európai országba. Ez a következő stádium, tehát a pedofília törvénybe iktatása. Erre komoly. És vannak komoly törekvések, tehát ne csodálkozunk ezzel. Hollandiában pártot alapítottak erre. Ami folyik, az sajnos a nyugati világnak a végső rúgkapálása. Egészen borzasztó az egész közben. Nyilvánvaló, hogy az arabok, mondjuk akkor ne is az arabok, a muszlim radikálisok röhögnek a markukba a maguk 7-8 egymarék bulguron felnevelt gyerekével, és várják, hogy Európa elpusztítsa, és a nyugati világ elpusztítsa önmagát, és úgy, majd ide szépen bejöjjenek ezekre a felhagyott területekre. Hát ennek kell hadat üzenni egyébként az európai parlamenti választásokon, és most már egyre egyértelműbb, hogy ez az emberi jogi fundamentalizmus, ez az európai választásnak is az egyik kulcskérdése lesz, úgyhogy fel kell venni a kesztyűt. Azért volt egy időben egy felső korlátja, ameddig az abortuszt el lehetett végezni, és azért van
valószínűleg New Yorkon kívül még mindig a világon ez a szabály érvényben, mert egy bizonyos magzat nagyság után az anyára is súlyos veszélyt jelent, másrészt azt a veszélyt, önmagában az abortusz hordozza azt a veszélyt, hogy soha többet nem lehet a nőnek gyereke, de ha mondjuk 9. hónapban veszik el mesterségesen, akkor ez a veszély gondolom meghatványozódik. Tehát akkor az anya sem számít, illetve ő dönthet úgy, ahogy akar, és amit az, a legelején feltettünk, ez kinek jó és miért legelőször a b**k üdvözölték ezt a remek lépést, ezt fel nem foghatom. Mikor ráadásul nekik ez a probléma nem probléma, mert nekik egyébként normális úton nem lesz gyerekük, akkor miért tapsikolnak ennek? Nem érti, mi közük van hozzá? Nem érti az ember, és mondom, ők is megszülettek, tehát nem kéne üdvözölniük ezt a döntést. De ez a halál kultúrája valóban, amiről itt beszélgettek, és engem mi aggodalommal tölt el ez a lopakodó gyilkolási engedély, tehát a kilövé, a vadász engedély, hogy most már a megszűnés pillanatáig meg lehet ölni a magzatot. Mi véd meg bennünket attól, hogy előáll egy újabb emberjogista mozgalom, és azt mondja, hogy mondjuk 3-4 éves korig is meg lehessen ölni a gyerekeket, mert rengeteg gond van velük, állnak, kakilnak, pisilnek és sírnak. Nem és tudta szegény az anya mit vállal, úgyhogy ha mégis egy éves korig úgy döntött, hogy ez macera, akkor igen, inkább meg lehet és ölni. És akkor menjünk, szaladjunk tovább az időben, mondjuk 75-80 év fölött lehessen kérvényezni, tegyék már el lábbalól a nagymamát, mert annyi gond van vele, hogy hadd szabaduljunk meg tőle. Tehát ez valami olyan ördögi kör, és mondom, beleillik ez a barom, aki azt mondja, hogy belehessen perelni a embernek a szüleit, hogy én nem is akartam meg, vagy nem fiúnak akartam születni, lány akarta, apám, anyám a hibás, mert lány lett. Hír, hogy meg lett a következménye annak, hogy egy ilyen harcos, melegjogi aktivista is bekerült a Bajor törvényhozásba, mert hogy most már a Bajor általános iskolákban is kötelező lesz a transvestita WC. Na most ez sokkal jobb a világ, én máshogy keltem föl reggel. Tehát a probléma, a veszedelem az itt van tőlünk karnyújtásnyira, néhány száz kilométerre, vagy 1000 kilométernél is közelebb, ha úgy tetszik. És volt egy kis vita abból, hogy egy ilyen meleg jogi szervezet, persze hol máshol, mint Szegeden, Botka városába beengedték őket, és akkor filmeket vetítenek a gyerekeknek, ilyen érzékenyítő filmeket. Egyébként mondom, függetlenül attól, hogy természetesen pont Botkáék engedik be, és ők nyitják ki azt a kis kaput, amin aztán beőzönlik minden marhaság. Megnéztem ezt a filmet, semmi gond nincs vele. Tehát az önmagában, hogy elmondjuk a gyerekeknek, hogy legyetek toleránsak, nem mindenki olyan, mint mi, kicsit más, máshogy viselkedik. Na de itt a pont. Tehát nem kell a suliba transvestit a WC-t csinálni. Meg lehet magyarázni, hogy 1000-ből van egy olyan kisfiú, aki nem is biztos, hogy kisfiú, viselkedjetek vele kedvesen. Ennyi. Nehogy már egy külön WC-t kelljen csinálni az embereknek. Tegyünk valamit tisztába. Ha valaki homo vagy biszexuális, tehát azonos neműekkel legalábbis vágyat érez szexuális együttlétre, az hány százalékát feltheti a magyar társadalomnak? Tudom, hogy a meleg szervezetek 10%-ról álmodoznak. Én merem állítani, hogy a biszexuális hajlamú emberekkel, itt ez egy maroknyi kisebbség Magyarországon. Oké. Van ennyi akvarista is Magyarországon, ugye? Meg van galambász, meg van harcos dunántúli patrióta. Mi lesz? Nem beszél a horgászokról és a Michael Jackson rajongókról. Tehát amikor ebből a rengeteg civil egyesületből, csoportból és különböző hajlamú emberből kiemelünk szexuális szokások alapján egy csoportot, akkor egyúttal azt is világossá tettük, hogy az ő érdekérvényesítő képességük a világban sokkal nagyobb, mint az akvaristáki, a horgászok és a dunántúli patriótáki. Következésképpen az ő kottájúból játszunk akkor, hogyha vitába szállunk velük a saját ügyeikkel kapcsolatban. Valójában azt kell mondani nekik, hogy nem, ti kevesen vagytok, csak hangosak vagytok, mert ott vagytok a művészvilágban, ott vagytok a sajtóban, ott vagytok azokban a kulcspozícióban, ahol szexuális szokásaitok miatt összetartotok, fedeztek egymásnak, és megpróbáljátok a többséget hozzáidomítani a saját világotokhoz. Csak hogy a helyzet az, hogy ti nem diktálatok a többségnek, tehát ti 3%-a nem fújhatjátok a passzált szelet. Mert ilyen alapon akkor kötelezővé kellene tenni, hogy érzékenyítő tréningen a Michael Jackson rajongókat is tiszteletben kellene tartani, és az akvaristák hatalmas akváriumokat állítanák, aki mondjuk a Millenárison, és aki nem hódol az akváriumnak, az kirekesztő fasiszta, náci, stb. Úgyhogy ez így néz ki, tehát egyszerűen nem szabad elfogadni ezt. Nincs tovább
lekerekítem a témát, már én is tudok például beszélni, lekerekítésképpen ezredszer idézzük ide Ronald Reagan szellemét, aki a akkori abortusz viták idején azt mondta, hogy megfigyeltem, azok, akik a legnagyobb hívei az abortusznak, már mind megszülettek valahogy. Igen. Amúgy Kovács Laci bácsi amúgy az első pedig... meleg felvonulásról. Igen, mi volt? Nekem nincs ezzel semmi bajom, amíg nem lesz kötelező. És milyen igaza volt? Amúgy pedig...